Sziasztok! Ez a kávés előadás sorozat harmadik előadása, ahol a vízről fogom beszélni. Kávés előadásban vízről. Mégpedig azt próbálom nagyon-nagyon gyorsan és röviden elmagyarázni nektek, hogy miért nem érdemes csak vízzel kávét főzni. És nagyon rövid bevezetőként annyit mondanék, hogy kávés szakemberek nagyjából egyetértenek abban, hogy a kávéban ilyen az ízében ilyen arányban játszanak szerepet a dolgok. Tehát látszik is, hogy a legnagyobb az, hogy honnan való a kávé, az határozza meg az ízét, nem tudom, fele, körülbelül. A pörkölés még nagyon-nagyon fontos, az körülbelül így a második. És a brew oszlopot látjátok, na erre figyel mindenki a legjobban, ez a hogy készítjük el, milyen, így csöpöltetjük annyira, milyen eszköz, nem tudom én. Látszik, hogy egészen elenyésző, és mindenki totál erre van elfeszülve, és a víz az így, hát majdnem ugyanolyan fontos, mint maga a pörkölés. Ennyire meghatározó maga a víz. És kicsit így menjünk bele, hogy amikor a kávés szakemberek vízről beszélnek, pici kémia következik, akkor milyen jellemzők szerint próbálják meghatározni azt, hogy milyen is a kávé. Van egy úgynevezett teljes oldott anyagtartalom, tehát a total dissolved solid, azaz a teljes ásványanyagtartalom a kávéban. Ennek van egy kívánt értéke. Régen azt gondoltuk, hogy csak ettől függ a kávé az íze, hogyha alacsony, mondjuk 80 körül, akkor jó, ha nem tudom, 150, akkor közepes, ha már 200, akkor nagyon rossz. Ez ugye részben igaz, de aztán kiderült, hogy nagyon fontos, hogy ebben az ásványanyagtartalom, ez miből is épül fel. És ez teljesen megváltoztatta azt, hogy a kávésok így a vízhez viszonyulnak. Egyébként körülbelül a ideális kávék olyan, nem tudom én, 80-120 TDS körül, ugye milligram, pép milligram per, nem tudom, valami pép ilyen particle per milligram, vagy ilyesmi mértékegysége. De az a lényeg, hogy körülbelül az ásványvizek, amit a boltban veszünk, ennek nagyjából az ötszörösét tartalma ezek, mint ezek az ideális vizek. Van a pH, ezzel nem fog foglalkozni, csak hogy így, ugye ez is eléggé fontos tud lenni. Általában a 7 körül az ideális pH. És a következő kettő az, ami fontos. Ugye ez az egyik, az az úgynevezett, ennek van ilyen lézer dolga? Igen. Az egyik az a teljes keménység, vagy általános keménység. Picit leegyszerűsítve ezt a víznek a magnézium tartalmára értjük, mert nagyjából a magnézium az az ion, ami a kávé ízét befolyásolja és meghatározza. Van egy csomó minden még, lehet kálcium, kicsit az is befolyásolja, de lényegében a magnéziumról beszélünk. Illetve van a karbonát keménység, vagy alkalinitív, vagy másnál ez a puffer. Azt kell megérteni, ez nagyon-nagyon-nagyon fontos, hogy ez lényegében egy savsemlegesítő képesség. A kávé alapvetően savas ital, ha ez egy víznek, mindig van egy ilyen természetes savsemlegesítő képessége. A természetben ugye minden az egyensúlyra törekszik, tehát az, hogy a kávé ugye savas, a vízben van egy ilyen puffer képesség, ezek ugye kiütik egymást és beáll valamilyen egyensúly. És az, hogy ez a puffer mennyi, ha túl sok, akkor a kávéban lévő finom savak totál eltűnnek, benne vannak, csak nem fogjuk érezni, inkább ez a precíz kifejezés, és akkor ugye uncsi lesz a kávé, lapos, savtalan, ha pedig túl kevés, akkor savanyú lesz, éles, és akkor az a baj. Tehát ennek a karbonát keménység, vagy más nyilván puffernek, ennek is van egy ideális szintje, ahol pont kellemesen egyensúlyos, jó minőségű savak lesznek a kávéban. És persze vannak nyilván egyéb összetevők a vízbe is, de amikor vízről beszélünk, kávésok, akkor lényegében ez a két összetevő az, ami fontos. És akkor, gyors volt. És van egy koordinátarendszer, ugye az előző előadásomban szintén egy koordinátarendszert mutattam, ahol ugye ott egy örleményelosztás dolgok voltak, most egy picit itt más van, itt látszik, egyik tengelyen van a karbonát keménység, amiről most beszéltünk, tehát ez a buffer képesség, itt pedig a total hardness, vagy általános keménység. Itt látszik, a magnézium is szerepel benne, csak hogy így nem mondjak ellen magamnak. És látszik is, hogy ha ezen két koordinátarendszerben mondjuk a csapvíz, az valahol itt található, nagyon kemény Magyarországon, nagyon kemény, van benne egy csomó minden, látszik, hogy a kávé az ilyen nehéz, lapos, krétaporízű lesz. És akkor látszik, hogy mindenhol a sarkokban ugye problémás. Attól függően, ugye, hogy a karbonát keménység növekszik, úgy ürül, ahogy csökken, ugye mindig savanyú lesz. Látható, hogy ezen a felén itt savanyú a kávé, tehát ahol alacsony a karbonát keménység, mert ugye a puffer kapacitást nem üti ki. És akkor valahol itt létezik egy ideális zóna, létezik egy tökéletes víz. A jó hír az, hogy létezik. Aha, oké.
Itt ugyanaz a két koordinátrendszer van, és a nagyon okos emberek egy csomó tesztet kitalálták, hogy melyik az a zóna ebben a koordinátorrendszerben, ezt a Scott Rahn neves kávés szakember szerint ezen a pöttyön. Ugye a vizet ugye dizájn, ami lehet, desztillált vízből mi magunk bele tudunk adagolni tetszőleges mennyiségű ásványanyagot. Tehát effektíve mi például a kávézóban lent, egyébként azt mondja, hogy mondom, hogy hol van a vízünk, azt mondja, hogy itt. Tehát mi például most itt főzzük a kávét, mert szerintünk itt finomlátszik, ez is benne van valamiféle zónában. Tehát az a lényeg, hogy ezen belül tudunk navigálni bárhol bizonyos rendszerek segítségével, és nyilván attól függően vízkezelés, hogy ezen lehet így mozogni. És ennek komoly hatása van a vízen, még egyszer csak víz az valahol itt lehet nagyjából, és ugye hát látszik, hogy ezek az ideális zónák, ezek valahol egészen máshol vannak. És pontosan emiatt nagyon-nagyon-nagyon fontos a víz, rengeteg-rengeteg kísérletezésre ad lehetőséget, és hát remélem, hogy így kb. Sikerült így valamennyire megvilágítom azon összetevőket, ami alapján ugye egy víz kávéhoz ideálisnak, vagy épp nem ideálisnak mondható. Igen? És a barna cukor vagy a fehér cukor? Ezt teszem, hogy lehet, hogy ide. Igen. Jó, laikusként van egy kérdésem. Függ-e ez valamire annak a attól a módszert, amivel főzöm? Mert ha ilyen nagyon felhívtam vizet, akkor ennek a karbonát tartalmának egy jelentős része ott marad a kávéfőzőn, mindenki utálja, el kell távolítani, mit tudom én. Míg ha csöpögtetem, akkor feltételeg erre kevesebb lehetőség van. És mivel ilyen nagyon ilyen mikro ízékről beszélünk, van ennek jelentősége? Tehát az, hogy milyen víz tartalma, annak van jelentősége a gép élettartalma szempontjából, a fűtőszára rámegy, akármi, de hogy attól függ, hogy te hogy melegíted, az már a vizet nem szúrja el. Az annyiban maximum, hogy ezeknek a mindenféle jelenségnek tartalmak egy része ott marad a gépnek. De ez nagyon minimális. Aha. Tehát hogy ez egy főzésből nagyon-nagyon minimális, tehát ez lényegében elhanyagolható. Tehát ilyen értelemben nincs direkt hatása az elkészítési módnak. Olyan értelemben van, hogy mondjuk egy, és ez már még tovább bonyolítja, azért láthatóan amúgy sem annyira szuper egyszerű helyzetet, hogy például van a filter kávé, ugye, ami egy lazább dolog, ott, hogyha valami nagyon savas, az így, az mivel nem erős az ital, nem annyira tömény, azért a savasság nem annyira zavaró, azért a filter kávék mondjuk így általában simán elbírnak alacsonyabb puffert, mert ha jön a savasság, nem olyan intenzíven nem zavar minket. Ezzel szemben mondjuk egy eszpresszó, egy picike, intenzív, ha ott nagyon alacsony a puffer és agyba ver a sav, akkor így az emberek semmi más nem érdeznek, csak azt, hogy így megkóstolják, úristen, savanyú a kávé. De, és akkor nyilván egy olyan vízkezelő rendszer, ami nagy mennyiségben tud megbízhatóan és precízen gyártani vizet, azért az nem annyira olcsó, meg nem triviális kezelni sem. Pontosan ezért nyilván nekünk például most az volt a legnagyobb kihívás van a kávézóban, hogy egy találunk egy olyan vizet, amivel a presszók nem túl savanyúak, de a filterek nem túl laposak. Mert a presszóból egyensúlyban tartja, de a filterből sem vesz el túl sok savasságot. És ez most nyilván csak a puffer dolog, nyilván a magnézium szint, ami meg ha túl sok, akkor ilyen gyógyszerízű lesz, ha túl kevés, akkor nem lesz elég édes. Tehát még ott van ez a magnézium keménysége, és kell játszani, és akkor sikerült egy ilyen óvatos egyensúlyt, így állunk, így lábunk, hogy úristen, csak innen el nem mozdul, mert most finom a kávé. Igen? Nekem az a kérdés, hogy technikailag kávézóban ezt fogják megoldani, és otthon? Otthon nagyon egyszerű. Fogsz desztillált vizet, érdemes gyógyszertárba vásárolni, gyógyszertárba, nem ion cserét, hogy benzinkútba, hanem gyógyszertári desztillált vizet. És akkor kettő összetevő kell, szódabikarbóna, ugye azzal nyered a karbonát keménységet, hogy bikarbonát, és illetve magnézium szulfát, tehát egy keserű sót más néven, azzal nyered a magnéziumot tartalmazó keménységet, és megvan a képet, hogy fogod, és akkor létrehoz egy koncentrátumot, tehát 1 liter desztillált vízbe teszel keserű sót és szódabikarbonát, és ebből az 1 literből, ha megfelelő arányban, és ugye tudod, hogy a kordát attól függően tudod, hogy ebből ennyit, akkor arra kijön egy képet, hogy hány melyikből hány gram, és abban az 1 liter koncentrátumból kell 2 grammot rakni 1 liter vízbe.
Tehát körülbelül így, és akkor összeáll, és akkor lesz egy liter, ilyen, ezt úgy hívjuk, hogy designer víz, ez az otthoni, ez elég egyszerű egyébként. Igen. Csinálj egy koncentrátumot, igen. Ami azért jó, mert nem egy liter kell egyáltalán, nem egy liter, oké, és azt mibe keverem fel? Tehát az egy liter koncentrátumból fogsz rakni 2 grammot, vagy 2 millilitert, egy liter újabb desztillált vízben. És akkor tehát érted, hogy igen, olyan pici arányokról beszélünk, hogy őrületes egy liter koncentrátum az így örökre elég, meg valószínűleg be fog csírásodni sokkal marabb, meg így le fog ülepedni, de hogy egy pár litert azért le tudsz belőle gyártani otthon magadnak, és akkor lehet kísérletezgetni ilyen dolgokat. És akkor még a második kérdés kávézói környezetben, ezt úgy a legegyszerűbb megcsinálni, mert van egy rendszerünk, ami egy fordított ozmózissal a csapvizet kiüti nullára, tehát ilyen revers ozmózisos rendszer, és utána van egy ilyen pumpa, ami egy ugyanilyen koncentrátum, mint az egy liter, csak kicsit más arányban, az le van mellé téve, és bizonyos, ahogy megy az a fordított ozmózisos, így a motorjának az impulzusához bizonyos arányban így visszapumpál ebből a koncentrátumból magától, és akkor ezt a pumpának a sebességét, vagy a koncentrum töménységét mi be tudjuk pontosan állítani, mérjük a kimenő vizet, és aztán így mi tudjuk, hogy ennek milyennek kell lenni, és akkor ez így automatikusan megy, kívül akkor nem, és akkor korrigáljuk, és akkor így ezzel így játszunk egy kicsit. Jól lettem, hogy amikor mutattad, hogy most jelenleg hol vagytok ti ezen a grafikonon, az már az acceptable belül, de az ideal kívül volt? Hát ugye ez a... Igen, és ennek nagyjából az az oka egyébként, hogy mert mi, igen, ez a... Nem, hogy igen, tehát hogy igen, valahol itt vagyunk, nem vagyunk az IDL, mert ez az IDL, ez a Water for Coffee nevű könyv szerint egy IDL, ugye a SCA ezen a vonalon, a Specialty Coffee Association of America, ezek általában egyébként filter kávéról beszélünk, és mi azért vagyunk egy kicsit máshol, mert egyébként espresszót is készítünk ebből a vízből, tehát ezért, pont ezért mondom, hogy ez egy nagyon nehéz szitu, de van még egy pontosabb szempont, és akkor ezt már csak ilyen zárójába hozom be, hogy képzeljük el, hogy ugye ennyire befolyásolja a víz a kávé ízét. Van a pörkölő, akinek a kávéját főzzük, aki a pörkölő üzemében kóstolja és minőséggel nőzi a kávéját, és azt mondja, hogy aha, ez finom, ezt kiadom. Nyilván egy teljesen más egy kávézó, meg teljesen másik vízzel a kávézó azt mondja, hogy hát ez botrány, mit csinálsz? Tehát ilyen értelemben még azzal is számolnunk kell, hogy a pörkölő, akinek a kávéjával dolgozunk, az ami hozzánk nagyon hasonló vízzel quality kontrollozza a kávéját, mert különben nem ugyanarról beszélünk, nem egy a platform, nem egy nyelvet beszélünk. Tehát lényegében ezen három szempontnak megfelelően vagyunk ott, ahol vagyunk, és egyébként meg így itt film a kávé. Engedjük el. De nem. Jó, hogy teljesen más kávé származási helyről átalakul gondolom az egész diagram. Tehát ugye a kép mondjuk egy kolumbiai és egy nikaraguai. Nem? Tehát ez így. Tehát hogy nem, ez nagyjából uniform. Tehát hogy az a víz, ami jót hoz ki adott kávéból, az jót fog kihozni másik kávéból. Tehát szerencsére minden máshoz alkalmazkodni kell szinte, de szerencsére legalább az originhez, hogyha lecserjük a kávét afrikaival, nem tudom, ilyen kolumbiaira, akkor legalább nem kell teljesen új üzleti találni. Köszönöm szépen!